A Nemzetközi Levéltári Nap a legfontosabb rendezvény a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei levéltár éves program tervét tekintve. A levéltár épületében megrendezett konferenciára ezúttal is érkeztek vendégek a határokon túlról is. A megyei önkormányzat is bekapcsolódott ebbe a munkába, amíg fenntartóként közreműködött ebben a tevékenységben, és valóban határon túli pályázatokkal igyekeztünk az a munkát elősegíteni, hogy digitalizáljuk ezt az anyagot, amely a magyar múlt megismeréséhez elengedhetetlen. Ebben közreműködtünk, és hát minden alkalommal, akár a megyeházán, városházán, itt szívesen jövök el a levéltári napokra, hiszen történész végzettségű vagyok, és ezért is hát látszik, hogy érdekel a magyar múlt, a múltunk feltárása, hiszen ebből épül a jövőnk, és gratulálok az itt végzett munkához. Fantasztikusak a hely történeti pályázatok, a itt megszólaló szerzők, nagy élmény minden egyes alkalommal ez a munka is. A Pro Archivo emléklapok átadása után kihirdették az idei helytörténeti pályázat eredményét is, amelyet még tavasszal írt ki a levéltár, a múzeum, a könyvtár, a Honismereti Egyesület, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi Intézeti Tanszéke és a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle szerkesztősége. A zsűri döntése alapján harmadik helyen a mindössze 16 éves Opsitos Miklós végzett a botanikus kert múltjával és jelenével foglalkozó dolgozatával, amely mint egy felhívás a kert megmentése érdekében. A Jándi származású Fehér Ildikó neve már nem ismeretlen a dolgozatokat elbíráló zsűri számára, hiszen 2 évvel ezelőtt is második helyen végzett pályamunkájával, ami akkor is és most is a szülőfalujában végzett kutatásokból táplálkozott. Az idén a penyigei Kormány Margit néni saját visszaemlékezéseiből született írását találták a legjobbnak. Hát csupa fiatal lesz körül, és én vagyok itt a legidősebb. Tavaly költöttem be a 88-at. Rengeteget írtam, elsősorban a levéltárnak, de nagyon sokat más helye, újságokba írtam, magam is szerkesztettem a Szenke újságot. Rengeteg olyan témám volt, van és lesz, úgy érzem, mert most is 3-at is csinálok egyszerre, gyűjtőmunkát, kutatok, gyűjtök, és akkor azokat megírom. Hát nem tudnám megmondani, hogy a levéltárnak mennyit, de már a Nagy Ferenc idejében is volt kapcsolatom a levéltárral. Hát Évike meg olyan figyelmes, kedves hozzám, hogy mindig buzdított, bátorított, hogy csak csináljam, mert még egy fél levélnek is hasznát lehet venni. Az egyébként budapesti születésű, de 68 éve Penyigén élő Margit néni nyertes dolgozatában a régi típusú iskolai működésről írt. Az eredményhirdetést követően kezdetét vette az a konferencia, amelynek első előadásában már a jövőbe tekintő kutatási módszerekről hallhattak az érdeklődők. Egy olyan előadást hoztam, amiben szeretnénk bemutatni, hogy az elektronikus változás a levéltárakban mennyiben segíti a témák feldolgozását. Szeretném bemutatni azokat az új szolgáltatásokat, amiben majdnem 10 millió digitalizált oldal, több mint 100 adatbázis segíti az adatfeldolgozást. És hát szeretném bemutatni, hogy az új generációra is számítunk, hogy már mobiltelefonon is, meg adatvizualizációval is elérhető levéltári tartalmakat mutatunk be a legkülönfélébb témákban. A 31. Nemzetközi Levéltári Napon 7 előadás kapott helyet a Konfliktusok és Megoldások című konferencián.